előállításába és használatába vezet be. A videó végén az itt tárgyalt témakörökkel kapcsolatban további információt találsz. Kérjük, nézd meg a Best for Soy további, a komposzt és a talajegészségével kapcsolatos videóit. A komposzt a szerves anyag aerob körülmények közötti mikrobiális lebomlásából származó termék. A komposztálási módszertől, a mérettől és a művelet intenzitásától, valamint a felhasznált anyagtól függően a különböző minőségű komposzttermékek széles skálája állítható elő. A giliszta komposztálás a legtermészetesebb komposztálási folyamat. Ide tartoznak az olyan epigeikus földi mint az ezina fetida. Fontos, hogy a komposzt hőmérséklete ne haladja meg a 35 Celsius fokot, máskülönben a földi elpusztulnak. A girisztakomposzt mikrobáinak diverzitása a legmagasabb. És a feltételezések szerint segíti a kórokozók elnyomását, de nem pusztítja el vagy inaktiválja a gyomnövényeket. Ezért nagyon mennyiség előállításánál a termofil komposztálás és a komposztálás kombinációja ajánlott. A giliszta különleges tulajdonságai miatt általában nem komposztként használjuk a talajra nagy dózisban odagolva. A mikrobiális diverzitás mellett a gilisztakomposzt nagyobb tápanyagtartalommal rendelkezik, és azokat a növényeket jobban fel is tudják venni. Ezen túlmenően a gilisztakomposzt jelentős mennyiségű fitohormonokat tartalmaz, például auxint, gibberelint és citokinint. A gilisztakomposzt nem csak jobb minőségi, mint a termofil komposzt, hanem az előállítása is lényegesen nagyobb erőfeszítéseket igényel. Ezért a giliszta komposztot gyakrabban használják nagyértékű növényeknél, mint például szaporításban, kertészetben, szőlőben, gyümölcsösben vagy akár a golfpályán. A szántóföldi gazdálkodásban a giliszta komposzt alapú komposztea és vetőmagcsáva felhasználható a talaj egészségének fokozására. Ahol a korlátozott alkalmazási arány már 1 liter per hektár értéknél kezdődik. A legtöbb EU tagállamban szinte nincs különös szabályozás a giliszta komposztálásra. Különösen beltéri gyártás esetén nem kell attól tartani, hogy bármit kibocsátana, például szagokat, vagy kifolyna. Egyes EU tagállamokban a giliszta komposztot komposzt helyett műtrágyának tekintik. A termofil komposztálással ellentétben a giliszta komposztálásnak nincs minimális mennyisége. A termeléshez használandó jelentős mennyiségeknek két lépéses folyamaton kell keresztül menniük. Az első szakasz a termofil szakasz, amely a gyomnövény és a potenciális növény vagy humán kórokozók elpusztítására szolgál. Ez a lépés a nyersanyagokat is szétbontja, homogenizálja és lágyítja őket. Segít stabilizálni az anyagokat, amely másként később megemelné giliszta komposztálás hőmérsékletét, és ezáltal megölni a földi gilisztákat. Ha a nyersanyaggal közvetlenül a földi gilisztákat tápláljuk, akkor jó alapanyag az állatok, például ló, tehén vagy juh takarmányozásából származó trágya. Ha a giliszta komposztálás előtt termofil eljárást használunk, a szerves anyagok több rétűek is lehetnek. A földi giliszták tápanyagának ajánlott szénitrogén aránya 25 az 1-hez. A földi giliszták előnybe részesített a legjobb hatásfokot elérő környezeti feltételei szűk határértékek között mozognak. Ezt rendszeresen figyelni és ellenőrizni kell. Az optimális hőmérséklet 15 és 30 Celsius fok között van. A földi giliszták pedig 0 és 40 Celsius fok között képesek túlélni. A kedvező nedvességtartalom 60-80 százalék. A giliszta komposztnál mindig elegendő, légáram útján biztosított oxigénnek kell rendelkezésre állnia ezért az ajzatnak ennek megfelelő fizikai kialakítással kell rendelkeznie. Az anyag pH-jának 5 és 8 között kell lennie, és a sótartalom pedig nem lehet túl magas. A professzionális giliszta komposztálás egész évben zajlik. Ha a helyi éghajlat nem teszi lehetővé télen a termelést, akkor az beltérben is lehet végezni. A beltéri rendszerekben egyre növekszik az érdeklődés a folyamatos anyagáram iránt. Ezen komposztok puszta termelése mellett az előállított komposzt minőségének ellenőrzése is fontos. Erről a témáról is készítettünk egy Best for Soil videót. A giliszta komposzt használatára vonatkozó szabályok az EU tagországaiban eltérőek. Általában a giliszta komposztot komposztnak vagy trágyának tekintik. Ezért minden felhasználási célra eltérő előírások is vonatkoznak, és a felhasználónak gondosan be kell tartania ezeket a szabályokat. A giliszta komposztot a műtrágyaként történő alkalmazás mellett, értéke miatt is gyakran kis mennyiségben alkalmazzák. Kivonatát, mint például a komposztját, vetőmag kezelésére, levéltrágyának vagy a talaj oltóanyagaként is használják. A girészta komposzt felhasználható a vetőgépbe adagolva, vagy talajszubsztrátumok adalékaként, vagy stimulátorként a szőlő, vagy gyümölcsös ültetésekor. A komposzt előállítása egy olyan folyamat, amelynél a minőségi eredményhez sok know-how és tapasztalat szükséges. Ha a komposztálással kapcsolatban bővebb tájékoztatást szeretnél, látogass el a Best Force honlapjára, ahol további információkat találsz.